Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló német turisztikai cégóriás a TUI Group. A koronavírus járvány miatt bevételeitől elesett hannoveri központú utazási és szállodai szolgáltató vállalat 1,8 milliárd eurós áthidaló kölcsönt kapott a német államtól. Fritz Jussen vezérigazgató elmondta, németországi szállodáikat napokon belül újra nyitják, de a globálisan meggyengült piacon költségbázisuk 30%-os csökkentését tervezik. Ezért beruházásaik leállítása mellett elkerülhetetlen lesz, hogy a világszerte több mint 71 000 alkalmazottjuk közül mintegy 8 000-től megváljanak.